Na mi van? Most vendégsőnek hoztunk egy kis vendégsőnek. Jó. Semmi baj nincs. Csak fölugri. Én már leszoktattam róla. Erdő ismerőseim. És volt szerencsém. Tonko Teréz vagyok. Volt szerencsém Csíkszeredán a koncerten. Végig álltunk és végül hallgatunk. Igen. Nincs ugyanitt a barátunk. De küldök valamit. Mit kell csinálnom? Fizikai munkát kell végezni. Ja, mindjárt, akkor átveszek egy másik. Ezért mindenki másra ugrik. Cserébe. Mi ez? Hogy jól esett. Jézus Mária. Neked is jól fog esni. Milyen nőszik. Attól függ, mi van ráírva. Jihes, felső luk. Köszönöm. Az Antal Tibi származott gyímes felsőokról, aki annak idén az Attilába énekel. 93-ban. Igen. Ez pillanat. Na, jól fogom, most már jól fogom. Jaj. Megporosodott, de hát majd letakarítod, lefested és majd... De ezt lekérnék, le kell kérnék. Valamivel, vagy valamilyen festére kell, vagy... Óha. Mert itt az a baj, hogy itt meg nedves a részé, de hát csak ide tudjuk rakni egyelőre. Egyelőre, igen. Gyere. De nem, mi van a talpán? A fa van, ugye? Az fa és az, azt hiszem, hogy körte fa és a kívül. Próbáljuk meg így elnézni, hogy ne. Valahogy... Aha, jó. Most már rendszer kell csinálni, miért az új bor? Nálam saját nincs, de a férjem az nagy borgyűjtő. Akkor az a tokaikat meg minden gyűjtögeti. Ez egy 2004-es, küldöm akkor a... Itt van. 2004-es, ez egy 2003-as küvé, ez egy 2002-es. Nem kell küldeni. Ez egy olasz küvé. Én örülök, hogyha elmegy, mert mondom. Lesz a következő termésnek helye. Tehát ami a sötétebb, az a küvé, abban már van jufark is, de kis mennyiségben. Egyébként Riesling. Tehát ez 2004-2003 így megy lefelé, és ez a világosabb, ez pedig ez a 2002-es. Na. Hú, ez nagyon finom. Ez szinte sajnálom. És 17 kapnál itt is. Hát már az is elég magas, de jó. Szóval elmegy, de ennek nyár végéig ki kell tartani, amíg el kell szülni az idő. Lesz még is meleg. Hát itt párnákat most nem tudok. No, az nem is. Szerintem én csak itt továbbadom a terve. Mindegy, akkor itt esetleg. Köszönöm szépen. Mondom, én szívesen innék, de nekem még ma autóznak. Én is kell sajnos. Nem kockáztatok. Nem érni meg. Hát akkor mi kell mondjuk, hogy Isten éltesse. Sokáig köszönöm a egészséggel a padot, sokáig. Jó, hát nagyon szép, mert egy pillanatra leülök itt. Sok örömmel. Hát csorogjak minden pincér. Hát ez nagyon nagy meglepetés, majd ha elmentek, akkor még majd fölocsodok benne. Én akkor nem tudom, hozzá vagyok szokva, mint öreg profi, hogy nagyon nem illik meglepődni, csak amik az ember magasabban. Akkor fele elment volna biztos. Mi ez miatt időzítettük, ugye? A kiutunkat, Fafarogó barátom, hát soha nem volt koncerten, élő koncerten, és győzködtük, hogy gyere. Neki ilyen élménye még az életben nem volt, hogy ennyi ember, ilyen, hát jó az eső, azt nem mi csináltunk, de ott volt, nagyon jól éreztem magát. Ott is izé volt, zuhogott az eső délután, de aztán estére jó idő lett. Engem azért bánt valami. Hogy nem ettél a... Jó, hogy nem kínáltam a gombánból nem ettél.
én tudom azt, hogy... Hú, te! Azt nem is tudom, soha nem tudtam volna jól állni, ez biztos. Mi meg nem... Te még mindig arra mondja, hogy... Na, egy küzdök ezen. Akkor ma lesz, amit nyomjuk egész. Köszönjük a vendéglátást, és elnézést az a valásért. És akkor a Kallós Zoli bácsit kérdezem ott a nagy forgatagon, nem tudná nekem egy olyan valamilyen kisfiút ajánlani, aki a Attilának a kardját megtalálja a darabban, és hozza az Attilának. De hogy nem, hát ott énekel a színpadon. Kicsit jobban oda mentem, odafigyeltem, és mondom, akkor segíts ezt elérni, jó. Aztán mit tudom én, kiderült, hogy gyümes felsők, stb. Stb. Én kiküldtem a kottát, és jön a felvételre. Hát ugye az ember azt mondja, hogy hát jó, hát eldolgozunk majd vele. Jön a felvételre, és olyan, mintha minden sarkon lenne ott egy stúdió, beáll a mikrofon, fölveszi a fülhallgatót, és elkezd énekelni. Kitűnően, ráadásul. Szép, szép. Elsőre fölvettük. Hát, szó... Szörényi Leventét, hogy vegye át az ember. Leteltem? Nehezen szólalok meg, mert sokféle dologért, most amikor bejöttem, szia Kati, azt hittem, hogy nem jöttök. Hangosabban. Közelebb, közelebb. Jó, hangosabb leszek, de nem tudok ennél hangosabb lenni. Nem akarok kiabálni. Tehát sok mindenről tudna beszélni az ember, és hát miután nem azért jöttünk itt össze elsősorban, hogy... egymás vállán sírdogáljunk. Ezért én ezt a részt el is hagynám. El is hagynám. Mindenki tud itt mesélni sok mindenféle szomorúságról, bánatról. Én valójában csak nagyon röviden arra szeretnék kicsit ráfókuszálni, hogy elsősorban otthon, tehát a mostani Magyarországon hihetetlenül kitapintható az a több évtizedes, itt elhangzott egyébként ez a kifejezés, jobb szó nincs erre, agymosás, és nem feltétlenül rossz akarás, rossz indulatból fakadó nem törődömség vagy érdektelenség, de higgyék el, és higgyétek el nekem, hogy egyre többet gondolok arra, hogy rezerválódik a magyarság. Most nem a határon túli magyarságról beszélek, mert azt eleve rezerválták Trianonba, hanem az otthoni magyarság. Egyre szűkebb körökben jön össze, mert amikor összejön egy körbe, mindig akad egy vagy két ember, vagy több, akiket kilök ez a kör. Azért, mert ezért, vagy azért nem jó, nem alkalmas, ezt mondta, nem tetszik, stb. Egyre kisebb körökben jönnek létre ezek a lelki, szellemi rezervátumok. Kétségbejtő, és amikor én nem is fiatalok, mert a fiataloktól az szinte alig vár az ember valamit. Én szomorúan mondom, hogy én a lassan 25 éve, hogy bemutattuk az István a királyt, és utána Attillát, és utána tavaly az Árpád népét. Én beszélek fiatalokkal, és olyan
ilyet arccal néznek rám, hogy hát kell ezzel foglalkozni, hát, hát egyáltalán, hát most miért, hát, hát itt egy modern világ, az EU-ba bekerültünk, és egyáltalán nem kellenek ezek az őstörténeti dolgok, és egyáltalán, és akkor az ember, Isten bizony úgy érzem, hogy én hiába dolgoztam itt az elmúlt időszakban. Ezt ugye lehet érteni, de azért persze, ha komolyra fordítom a szót, akkor azért nem vagyok kétségbe esve, és titeket, önöket sem szeretném ebbe a helyzetbe hozni. Csak szeretném, hogyha látnátok, látnák, hogy, hogy nagyon nehéz, az ember azt hitte, hogy annak idején 20-25 évvel ezelőtt, hogy na igen, megragadta, na most, és akkor innen, és akkor innen, igen, csak hogy ennek megvan az oka és az eredője. Ugyanis politikai oldaltól függetlenül, ugye most közeledünk megint augusztus 20-a felé, kapják föl Szent István palástját, elég hangos vagyok, és szajkózza mindegyik azt, hogy 1000 éves Magyarországon élünk, és egyik se hajlandó tudomásul venni azt, hogy Árpád fejedelem nélkül nemhogy Szent István nem lett volna, hanem mi sem vagyunk már. De gátlástalanul mondják be, és a fiatal gyerek persze, hát mit, hát ha egyáltalán odafigyel, ezt kapja meg. Én még tiltakozom, de ő már nem tiltakozik. Borzasztó állapot ez. És innen, innen szép győzni. Igen, én alapvetően optimista ember vagyok. Tényleg optimista ember vagyok, mert egyetlen jó hír van ebben az egész rossz áradatban, és ez a jó hír az, hogy 1100 év után még mindig itt egymással beszélünk ezekről a dolgokról, és erőt adunk egymásnak. Hát csoda! Hát ez csoda! Én azt mondom, hogy ebben a rezerválódó helyzetben, állapotban, igen, csak sűrűsödjön egyre, egyre kisebbre, ezek a, sűrűsödjenek ezek a körök, ezek a magok. De tudjuk nagyon jól, hogy minél sűrűbb valami, minél tömörebb, egy idő után atommaggá válik, és elkezd kifelé sugározni, persze ezt most képletesen mondom. Ugye értjük egymást. Tehát ne féljünk attól az első hallásra ijesztő dologtól, hogy igen, egyre kevesebben leszünk láthatóan, de a szellemi erő egyre sűrűbb lesz, és idővel a szellemi erő elkezd majd kisugározni. Én ebben hiszek. Köszönöm a figyelmet. Köszöntök. Külön öröm, hogy Pozsonyban vehettem át ezt a Bartók Béla díjat, és nagyon örülök ennek a díjnak, mert az egyik nagy példaképen Bartók, művészileg is és emberileg is. És ha már Árpád fejedelemről is szó esett, nem véletlenül, először egy honfoglaláskori történeti éneket szeretnénk énekelni, és ezt követően pedig egy nagyon szép balladát, amit Bartók Béla jegyzett le, Moldvai Csángó balladát, a mennybelit leáll történetét. Emlékezzünk történtekről, magyaroknak hőstettekről. Etelközből bejöttekről, új hazába érkeztek rül. Szláv Vajdára ráüzenták, adná békén fel e földet. Szláv Vajda bíz rá nem álló, seregünkkel harcba szálló. Árpád vezér rajtuk ütött, közöttük lám nagy kárt tevett. Aztán mégis nemes vala, testvér jobbot nyújtott vala. Rá nagy áldomás Ivának, küszöbön az új hazának, hogy kit hitünk tartson s védjen. Ez legyen az ének végén.
Fejetlen ország, akasztott szegény legény az erdők sivár szegélyén, s a völgyekbe a tavasz vége saradt, és vért lökve. Anyja, messzű, lent, a templom üszkös tornyán, német zsoldos vasának hegyén halállal lakozott fekete magyar tett. Pólyában sírtsen, rém ülben. 100, talán 200 roncs, s hogy megálljon a földön benne az embere. Kőgős, ködös hajnal, a lelkek mogorván lebegnek, a test elfonnyadt. Ló alig. Megette az asszály, a rovar, és a földön futóknak éhes serege. Tisztelettel köszönve szerető figyelőket, azért nem ér itt véget a teremben minden, nem csak azért nem, mert mondjuk július 22-én Ópusztaszeren a honfoglalás legszebb múzeumában és emlékhelyén adunk át Árpád díjat, aztán egy héttel később Kossis Zoltánnak martonglásáron, hanem Szörényi Levente barátunk ugyancsak hosszú évek készülődése után létrehozta az Árpád emlékpajzsot. És ennek az átadására szombaton került sor fönt a várban, 10 órakor a Duna TV élő közvetítésével adják tovább a jó hírt. Köszönöm. Mi van? Ja, egy kóbizolt el ott a lesz. Fehér buszok vannak, megszűnt a sárga busz. ...őket a közösségnek irányunkban. Tehát ezért, hogy, tehát ezért el kellett minden módon érni azt, hogy ezeket ne szeressétek meg, de hát nem így jelent meg. De hát azt mondom, hogy hozzám az akkori fiatalhoz, az akkori illésbejomhoz abszolút nem jutott el ez a szándék, akkor elhiszitek. Hogy el akarják venni a kedvemet tőletek? Na nem vetted észre, hogy 70-ben például le voltunk tiltva minden tévében, rádióban? Hát most nem erről nem akarom. Hát ebben csak én most 63-ról, 64-ről, 65-ről beszélek. 66-ról. 64-ben is volt, amikor még nem szóval, voltunk akkor is. Igen, de rossz volt a taktika, mert nem érték azt föl, hogy ezt... hogy ez olaj a tűzre, tehát ez az ellenkezőjét érte. A legjobb acél
elvtárs volt a legjobb PR menedzserünk, így van. Igen. Így van. Nem hiszem arra, hogy... Ő azért szakmailag elismert benneteket? Tehát ő mondta azt, hogy azért ezek nagyon tudnak ám zenélni, csak üldözzük őket kicsit. Vagy úgyse. Tehát szakmailag sem nem tudom. Nem szerette a könnyű műfajokat, a szórakoztató. Zenéjének annyit kellett értenie hozzá, hogy meg tudja mondani, hogy jó vagy rossz. Hagyományos, klasszikus polgári műveltséget favorizált, és azt akarta mindenki számára kötelezővé tenni. Ezt egy másik műsorban már neked elmondtam egyébként, hogy ő végül is azzal, hogy az István királyt 85-ben beengedte a Magyar Nemzet Színházába. Azzal ő gyakorlatilag talán nem egészen akaratán kívül rehabilitálta a mi korábbi működésünket is, de ezt soha nem, ezt elmeséltem akkor annak idején neked. De ez mindegy volt, ezzel ő nem feltétlenül ismerte el az Illés korábbi működését, de tény az, hogy elismerte azt, hogy ebből a műfajból is lehet értékes munkát, mint talán ezt is mondta, valahogy értékes dolgokat kihámozni, és ezzel úgy adakta került ez az egész korábbi. Hogy úgy mondjam, polémia. Borzalmasan nem szeretem, és óckodok attól, amikor ilyen hivatalos egy beszélgetésnek a vége, de hát ezek a lényeges dolgok. Mi lesz a Szigeten a program? Ja, Illés dolgokat fogok. Nem mondod életben. Jó szépen, köszönöm, sokat segítettél ismét. Hát ilyen koncerteknél az a szabály, hogy vagy nagyon jó játszanak a zenészek, vagy nagyon jó számokat játszanak. Na most ez az utóbbi, ez úgy tűnik, hogy biztosítva van, mert ezek a dalok már az elmúlt 30-40 évre bebizonyították, hogy maradandóak. Most azon dolgozunk, hogy jól el is játsszuk őket. Hány olyan számotok van, amit feltétlenül el kell játszani, mert akár ha egy hiányzik, akkor valaki biztos úgy megy haza, hogy ezt nem játszottak. Én azt hiszem, mindent eljátszunk, amit elvárnak tőlünk, sőt, olyat is játszunk, amit például 24 éve nem játszottunk el. Most nem mondom, hogy mi lesz az, majd rá fog jönni mindenki. És pedig ezek nagyon jó dalok voltak akkor is, csak valamitől aztán, igen, valamitől nyilván azért kellett elhagynunk, mert egy kicsit túl politikus. Nem csak vannak olyan dolgok, amik zeneileg kicsit bonyolultabbak, kicsit komplikáltabbak, és amikor még nagyon nagy funkban voltunk. Tehát ez vonatkozik egyébként a 81 óta tartott koncertekre is, tehát ugye a kis sportcsarnok, a nagy népstadion, a BS, a még egyszer a népstadion, tehát mindig arra koncertáltunk, hogy az ütős számokra figyeljünk, és ezek a kis vidágénekek, ez az amaz, tehát ezek inkább elsikadtak, mert egy picit összetettebbek, de aztán rájöttünk, hogy ez hülyeség, mert ezek olyan kedves nuták, és nagyon szeretjük. Ez egy kis kamara. Nagyon szeretjük a közönséget, úgyhogy ezeket is bevettük. És hát elvégre tényleg utoljára játszunk, hát akkor játsszuk el azokat, amik fémjelzik ezt a korszakot. Ez alapvetően nem akarom összefoglalni tulajdonképpen, de végül is ez a műsor valahogy ennek a szegmensei mentén állt össze. Tehát vannak ezek a bizonyos beat, rock and roll és nem tudom, és műfajú számok, akkor vannak a politikus számok, és vannak a virágénekes számok, és ennyi. És a rádás számok. És a rádás számok. És a legeslegutolsó? Az meglepetés. Mindig ezt mondja, mint ezt. Jó, de még 5 percet ülnénk, azért ki lehetne találni. Biztos. De akkor meg azt mondanátok, hogy nem az lesz, és akkor nálatok van a lap, de ez az igazság. Urak, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Hölgyeim és uraim, augusztus 9-én a Sziget elrobban, én azt hiszem. Mert ilyet még nem látott a Vénuszon, ahogy egy nagy sláger idézek, de most ilyet még nem látott a Sziget Fesztivál. Illés koncert, valamelyik őtök belemeri mondani azt a kamerába, hogy mert én ezt nem szeretném, nehogy hozzám tössék már, hogy én mondtam azt, hogy ez lesz a milyen Illés koncert. Hát biztos. A legjobb. Igen? Biztos, hogy az utolsó, mert hogy... Ezt kérdezem, hogy valamelyik őtök ezt elmeri mondani. Nem, ez már nincs, ez nem merés kérdése. Jó, csak ne hozzám füzöljük. Nyugodtan ki lehet mondani, ez az a zenekar, az Illés zenekar, amelyik a Pásztori Zoli haláláig ugyanabban a felállásban játszott, mint ahogy elindult annak idején. 40 évig. Ez most nem kész. Az a bizekszik, hogy az ő zenekarra megfordult már 50 ember is. Tehát akkor? Ez az utolsó. De szomorúan hangzik, de azért ez van. Köszönöm. Köszönöm.
népművészeteket hozta be. Úgyhogy... Porterem? Te! A művészet! Hát az biztos, szóval ez egy külön helyzet a népszerűség tekintetében. Nyilvás, hogy csak most én nem beszélek a tanévenről, ez egy állapot. Héten vagy mikor? Jövő héten?
Nem, hát úgy gondoltam, hogy mi hozzánk. Megint láttam a filmedet. Itt adtak a tévében, most legalább 20-at szóra. Igen. Nemet fogjuk, hogy figyelni, hogy lesz kisbabát. Másnapra, mert az összes lánynál lesz kisbabát. Mutatom neked azt a izét, tehát az hihetetlen az a fotó. De ez egész éjjel ment, mi? Egész éjjel megy az aggregátor, és senki ide nem jön föl? Nem. Hát dehogy nem följön, csak éppen nem látja. Mert láttam valami, mintha valami tüzet égettek volna. Itt megállok, jó? Ne legyek izébe húdva. Kék szeme van, így van. Hát ez olyan nagy ez a boltozat a kapu, hogy gyakorlatilag ez alatt az egész időszak alatt, tehát végig süt, tehát itt nem nap kérdése. Őket, mert annál erősebb lenne a közvetlen kötődés a településnek és a darabnak egymáshoz. És azért Pilsi páros pasió, mert Kolumbusz annak idején párosokat vitt magára. Mindenféle események vannak ott. Mi voltunk az első zenekar, és a rossz csinál pontban évfélkor kezdődött, csak akkor még nem ismerte a világ. Ennyi. Úgyhogy azért mondtam a Lottot például, de ezt itt nem lehet megtenni. Tehát arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit helyrehozzuk, ezt a dolgot az ő szemükbe is. Hát 500 lelkes azért ott ordítozott a színpad előtt, hát az jó volt. Még egy másik szintetizátoros. Tehát most elmondtam, ami azért, csak még erre nekem nincsen még. Tehát ez most forr ez a dolog. Ilyen szűk szintén, tehát így néz neki a műsor, és akkor gyakorlatilag ilyen
én adok egy 50 perces, egy órás műsort ezzel a társasággal a saját lemezeimből. Tehát így néznek ki ez a dolog. Mondjuk ez egy ritka kivétel, mert én nem akarok különösebből gyakorlatot csinálni. Ha jól sikerül, akkor sem megyek el Balmazott városba, csak... De aztán lehet? Nem, úgyhogy... De majd ezt már meglátjuk, hát persze. Szóval jó lenne, ha jól sikerülne. Van szó arról is, hogy amit szeretünk volna idés hozni, csak az nagyon nagy nagyságrend, ugye a négy színpadi műből az Istvántól az Árpád népig ilyen kivonatos műsor, azt visszük ki Csíkszeredába. És ennek kapcsán szó volt arról, hogy akkor ez az egyik este, a másik este ezt az, de hát ez sok. Hát nem, hát erről mi már beszéltünk, nagyon komoly. Szóval nem tudjuk megteremteni itt a hátterét. Hát az anyagi hátterét, nekem nincsenek olyan, illetve itt nagyon ritkán van olyan lehetőség, amire pénzt tudunk csinálni. Hát itt ez a koncert, ez talán nem akkora felhozatal, ezt azért össze lehet hozni. Keressünk valami eszmést. Hát ez így lett volna egymás után a napot, tehát az első... 28-at... Hát akkor miután csak ez az egy műsor van, tehát azért mondtuk a szombatot, és ennek lehetne első napja a vasárnap, úgy szintén, úgyhogy... Az egy ház, az a szemben is olykor. Hát igen, mert az egyetlen magyar szerzetes rend, amit itt alapítottok, és még mai napig nem tisztázott, hogy miért. Van valami menekülési útvonal szerűség a párosságban, ha most kiderül, hogy van olyan sem. Musical, megmentem, hogy micsoda színpadi dráma lenne, és zenés háttérzenével, tehát egy festéssel ezt így csinálna a Minden Kára és a Nox együttesen, nem tudom. De azt mondja, ő nem sokkal tud többet erről a dologról, és ő szinte kizártnak tartja, hogy ezt idén be lehessen mutatni. Tehát ez a lényeg. Tehát azért ez egy fontos információ. Nem a magyar. Ja, az a Hungaroknak a... Hungaroknak a végeztetője. Már azt rögtön elfelejtettem. Hát azon törtem a filmet. Hát Istenem, hát jó, hát ő mind a lemeze kiadója. Hát, a Hollós Máté. Mindig minden megmutatni szó.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, akitől van nékünk minden vigasztalásunk, a lélek által. Amen. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Megmaradt. Ő itt van. És ő nyújt a te megfáradt betegségtől megkínzott testednek csendes, békés pihenést. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
nektek, imádkozzunk. Halljuk meg a mi győzedelm és hitünket, elmondván együtt és fennhangon az egyetemes keresztény tanaszentet, hitvallásunk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalad és eltemették. Szálla alá pokolba, harmadnapon halottaiból feltámadott, fölméne mennyekbe, ül az Atyaisten jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentek házat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Szia. Szia, Petra. Sem éltünk benn, sem